Székesfehérvár önkormányzata 4 városi díjhoz kapcsolódóan várja a székesfehérváriak javaslatait. A Fricsai Richárd zenei díj a Székesfehérvár zenei életében több éven keresztül kifejtett kiemelkedő zenei munkásságával maradandót alkotó székesfehérvári zenetanárnak, Karnaidnak, zenei előadó művésznek, zenepedagógusnak, együttesnek, közösségnek adományozható. Az Érdi János emlékérem annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozható, aki vagy amely a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely megőrzése bemutatása érdekében kiemelkedő munkát végzett. A Pro Caritate Alba Regia díjat annak a természetes személynek, közösségnek, csoportnak vagy szervezetnek adományozzák, aki vagy amely a gyermekvédelem, a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése vagy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. A Székesfehérvár gazdaságáért díj pedig annak a természetes személynek adományozható, aki elismert, köztiszteletben álló személy, és tevékenységével hozzájárul Székesfehérvár gazdasági életének fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A javaslatokat augusztus 23-áig írásban kell benyújtani a polgármesterhez, melynek tartalmaznia kell az önkormányzati díj megnevezését, a javaslattevő nevét, a javasolt személy, közösség nevét, elérhetőségét és tevékenységének részletes méltatását.